Hát akkor Kurucz Petra fogja ismertetni az esetet, és a Szűcs tanárnő fog válaszolni a provokatívabb kérdésekre, hogyha a Petra nem tudja. Jó, hát akkor köszöntünk mindenkit Szűcs tanárnővel. Egy hiperandrogenizmushoz kapcsolódó esetet szeretnénk bemutatni, ha tudok lépni. Igen. A bemutatott nőbetegnek az anamnézisében diabétesz, hipertónia, ezek talaján kialakult krónikus veselégtelenség, cervix tumor miatt hiszterektómia, Carpal-tunnel szindróma emelhető ki, gyógyszerelése alapbetegségeinek volt megfelelő. Vizsgálatára fokozódó hirzutizmus, mélyülő hang, androgén eredetű alopécia, durva arcvonások, illetve virilizációs tünetek miatt került sor. Az alábbi képeken látható a fizikális vizsgálat során észlelhető hiperandrogén tünetek, hirzutizmus, centrális obezitás, alopécia, illetve jellegzetes durva arcvonások, kifejezetten zsíros bőr. További vizsgálatok során a laborban az ismert beszűkült vesefunkció mellett gravis emelkedett tesztoszteron szint volt észlelhető, valamelyes szuprimált FSH és LH szint mellett. Az egyéb szteroid szintek, illetve majd később fontos lesz, az ACTH, kortizol, TSH, azok mind normál tartományban voltak. A további diagnosztika céljából képalkotó vizsgálatok történtek. Végeztünk haskismedencei CT-t, haskismedencei MRI, transvaginális ultrahangot, valamint koponya és szellámár vizsgálatot. A CT-n egy jobb oldali mellékvese adenóma került leírásra, az MRI-n parerikális linfadenomegália látszott, az ováriumok teljesen normál szerkezetűek voltak, legalábbis ez volt leírva az MR-leletben. És történt nőgyógyászati konzílium is, ott egy transvaginális ultrahang történt, ahol néhány petefészek ciszta került leírásra, nyilván a hiszterektomizált állapot mellett, de kórjelző eltérés ott sem igazolódott, és a koponya szellemeri is negatív eredményt adott. Most a jelen tünetek alapján differenciál diagnosztikai szempontból az alábbi kórképek jöttek szóba. A PCOS-t, a negatív ultrahang lelet, azt nagyjából kizárta, illetve ez a tesztoszteron szint már annyira emelkedett volt, hogy ez sem PCOS-ra volt jellemző. A Cushing-szindrómát, a normális ACTH kortizol szintet kizárták, a normál szteroid profil, a CAH-ot is, tehát nagyjából, amit ki kellett még vizsgálnunk, az egy mellékvese, illetve egy ovárium eredetű androgén termelő folyamatnak a vizsgálata volt. Mivel ugye a CT leírásra került egy adenoma, ezért, valamint ugye az ováriumok is szóba jöttek, ezért a szelektív mellékvese és ovárium véna katéterezést végeztük, melyek során mintavétel történt mind a mellékvese, mind az ovárium vénákból, és ennek a mintának a tesztoszteron szintjét vizsgáltuk. Ennek során igazolódott a jobb véna ovarikában egy gravis emelkedett tesztoszteron koncentráció, ami egy jobb oldali tesztoszteron termelő ovárium folyamatnak a gyanúját erősítette meg. Mindezek után újra nőgyógyászati konzílium történt, ami érdekes módon kétoldali ovariektómiát és adnexektómiát javasolt. Ez azért történt, mert ugyan jobb oldalon volt a nagy tesztoszteron grádiens, azonban tekintettel a betegnek a posztmenopauzális státuszára, itt már a fertilitás megőrzése nem volt szempont, így javasolták a kétoldali ovariektómiát, ami laparoszkópos úton meg is történt. A patológiai feldolgozás során a jobb oldali ováriumban egy 2 cm-es területen sötétben a bevérzéseket tartalmazó körülírt képlet látszódott már makroszkóposan is. Ennek mikroszkópos vizsgálata során eozinofil citoplazmájú tumorsejtek látszottak renkekristalloidokkal, immunhisztokémiát is végeztek, ahol a daganatsejtek karretininnel, inhibinnel, vimentinnel, illetve androgénreceptor ellenes antitesten mutattak pozitív reakciót. Mindezek alapján a negyedik sejtes tumor diagnózisa volt kimondható, melynek a tesztoszteron termelése megmagyarázta a betegnek a tüneteit.
És a tumor eltávolítása után itt az utánkövetést szeretnénk megmutatni. Ugye ez volt a kiindulásunk, a gravis emelkedett tesztoszteron szint, illetve a jellegzetes tünetek, és ezután megtörtént a tumor eltávolítás, megszűnt az, ugye az androgén termelés, és itt látható utána a betegnek jelentősen javultak a panaszai, a tesztoszteron szintjében pedig jelentős csökkenés állt be. És szeretném megköszönni a figyelmet, ez lett volna a rövid esetünk. Köszönjük szépen a nagyon jó ismertetés, ez nagyon érdekes ez az eset. Várjuk, hogy kinek van kérdése, hozzászólása. Niki, te szeretnél valamit hozzátenni még? Hát azt, hogy a Petra nagyon ügyesen elmondta, nagyon szépen. Hát nem tudom, inkább a kérdésekre. Tehát az, hogy ez egy nagyon ritka dolog egyébként, meg az, hogy ahogy a Petra említette, tehát ez egy, nem egy nagyon kicsi tesztoszteron, hanem ez egy masszív férfi normál tartományban levő tesztoszteron szint volt, és a tünetek is ennek megfeleltek. A tünetek viszonylag rövid, tehát egy másfél éve álltak egyébként. Ezt akart kérdezni, igen. Igen, tehát hogy a differenciál diagnosztikai kérdésként ez egy fontos dolog, hogy és hát én nem tudom, hogy esetleg, ha van valakinek kérdése, nem. Ez egy benignus daganat, ugye? Igen. És mik azok a kristályok? Én ezt most hallottam, hogy tanuljunk valamit. Hát ez az az igazság, hogy ezt a patológ, tehát hogy ezek rá erre jellemzőek, ez egy patológiai feldolgozás során, és összességében azért az irodalom alapján, a posztmenopauzában a Leydig sejtes tumor, vagy a téka ovári az, ami leggyakrabban ilyen hiperandrogenizmust ad. És még ami nagyon érdekes az, hogy beszélgettünk a nőgyógyászokkal, illetve a patológusokkal, hogy nagyon sokszor egyébként a patológiai mintavétel során Leydig sejtes tumort igazolnak, de nincsen a következményes tesztoszteron túlprodukciója a betegnek. Tehát magyarul tünetmentesek is lehetnek tulajdonképpen. Én meglettem szólítva, és hogyha szabad, akkor lehet, hogy kérdeznék is, meg mondanék is dolgot, hogy... Tehát egyrészt azt hiszem, hogy ez nagyon egyedi ez az eset olyan szempontból, hogy ilyen szelektív vénakatéterezést nem nagyon szoktunk ilyen esetben csinálni, vagy szóval, tehát hogy én egyszer volt, hogy csak elgondolkoztam rajta, és aztán nem kellett megcsinálni végül szerencsére. Ilyet ez ritkán csináljuk nagyon, ugye? Vagy... Az az igazság, hogy a diagnózist egy kicsikét félrevittem, mert ugye a betegnek nagyon sok képalkotó vizsgálata volt, és ezt köszönjük a szolnoki endokrin ambulanciának, ahol ezt nagyba végezték, csak elakadtak egy ponton. És akkor tulajdonképpen egész őszintén az irodalom azt mondja, hogy tulajdonképpen vakon meg lehetne ilyenkor a kétoldali adnexektómiát végezni, mert a eseteknek a legnagyobb százalékában ez okozza a hiperandrogenizmust. Azonban itt egy kicsit félrevitt az, hogy a mellékvese CT-n, ahogy a Petra említette, egy jobboldali kis tumor volt igazolható. Ez egyébként, őszinte leszek, megnézve a CT-t, inkább kétoldali hiperpláziának tűnt. És akkor felvettük a Doros doktorral a kapcsolatot, hogy mi lenne a véleménye a szelektív mellékvese mintavétel kapcsán, hogy az történjen meg, mert akkor ugye mindenre kapunk választ, és ő nagyon-nagyon örült ennek a feladatnak. Egyébként az irodalomba végeznek ilyet, és egész őszinte vagyok, hogy a maga a mellékvese katéterezés nem is volt sikeres, mert a kortizol grádiense az nem volt tehát nem a mellékveséből történt, de hogy annyira egyértelmű volt a jobb ováriumnak a kanülálása. És még annyit szeretnék hozzátenni, hogy én nekem viszonylag csekélyek az anatómiai ismereteim ovárium vénát illetően. És akkor megkérdeztem a Doros Attilát, hogy megpróbáljunk-e valami hormonszinten igazolni, hogy ott van, de ő azt mondta, hogy Niki, ezt olyan könnyű megkanülálni, hogy ez csoda. Úgyhogy én vakon hittem benne, és hát neki lett igaza. És még egy kérdésem lenne, hogyha szabad, ez csak egy teoretikus kérdés, talán kettő is egybe, hogy ha ezt a beteg mondjuk nem lett volna műtétre alkalmas, vagy mondjuk nem akarták volna nagyon megoperálni valamilyen oknál fogva,
akár a nagy műtéti rizikó miatt, hogy gyógyszeres kezelés ilyenkor, tehát hogy ez egy FSH-LH-dependens dolognak gondoljuk, vagy hogy, tehát, hogy mi lett volna, vagy van ötletetek? Nem tudom, hogy tudok-e rá válaszolni, Géza, egyébként, de ha nem egy, hát nem egy túl jó állapotú nő beteg volt egyébként, vagy hát igen, hogy esetleg valamilyen tehát receptor blokk, vagy valami, nem, erről egyébként én nem olvastam, egy ciproteron egyébként, ami szóba jöhet még egyébként a tesztoszteron szintézis, de őszintén megmondom, nem tudom, de utána fogok nézni a kérdés, szuper, de nem LHFSH dependens, de mert ugye ahogy a, tehát hogy ez nem ennek a függ, tehát nem. Hát valószínűleg szintén, tehát legfeljebb valami androgén receptor blokkolás. Igen, azért mondom, a ciproteron, tehát az androgén használata az előfordulhat, de meg utána fogok nézni. Én még azt szeretném, én is, ha kérdezhetek, hogy mi volt az a pont, amikor ugye Petra mutattad végig a differenciál diagnosztikát, de mi volt az, amikor azt mondtátok, hogy itt vénás vérvétel szükséges, szelektív vénás vérvétel szükséges? Amikor a mellékves, tehát egyetlen egy képalkotót nem hozott a mellékvese CT-t, és akkor azt megcsináltattuk, csak ugye Szolnoki a beteg, és ezért ott, és akkor ugye már láttuk az eredményt, és akkor volt ez a döntés, mert igaziból, hogy a Petra mutatta, tehát az egyértelmű volt, hogy ez vagy az ováriumból, vagy a mellékveséből jön a túlzott teszt. Tehát máshonnan nem jöhet, mert szakja nem lehet a betegnek, Cushingja nincs a betegnek, tehát máshol egész egyszerűen nem lehet. Azért mondom, hogy ha őszinte leszek, lehet, hogy nem csináltuk volna meg, ha mellékvese CT-je negatív, és akkor egy nőgyógyász rábeszélésre egy adnexektómia történt volna, de ezt olyan frappásnak gondoltuk egyébként ezt a vizsgálatot. Kicsit izgultunk egyébként, mert hogy veselégtelen a beteg, de viszonylag csekély kontrasztanyagot kap ilyenkor egyébként nagyon-nagyon keveset. És a hirzotizmusa az is visszament? Igen, egyébként olyan érdekes, mert nem egy kifejezett nagyon hirzotizmusa, inkább ahogy a Petra mutatta, egy ilyen nagyon markáns arcvonásai voltak a betegnek. Már látjátok, a hasán sem volt egy olyan jelentős hirzotizmus, de nagyon friss a dolog, mert augusztusban lett a beteg operáltatva, és amikor most szeptember-októberben volt az ambulancián, én szerintem nagyon markáns a változás. Egyébként, ami arra látszik rajta. Uh-huh. Mondjuk az is érdekes, hogy az ember azt várná, hogy kicsit izmosabb legyen az androgéntől, és kevesebb zsír, de ez nem. Igen, egyébként jele az az izmoknak a hát igen, végül is egy, de az egész beteg egy olyan furcsa benyomást keltett, tehát ahogy mozgott, tehát hogy megfelelt szerintem ennek a kórképnek, mély hangja volt. Uh-huh. És korábbi fotót azt néztetek, hogy ugye azt mondod, hogy ez fél év vagy másfél éves volt a panaszoknak a kialakulása, csak azért, hogy ez mikor indulhatott. Igen, el. A személy, igen, egyébként ő elmondta, a személyigazolványát megnéztem, tehát hogy és én szerintem, hogyha így tovább viszem, vagy lehet, hogy csak nekem tűnik, de szerintem nagyon olyan, ti nem úgy ítélitek, hogy sokat javult, tehát itt a betegnek, tehát jó, közben szemüveget visel, tehát az nem ennek a következménye, tehát a haja később fog, de az, hogy ez a zsíros. Igen. Igen. Uh-huh. Jó, hát ez nagyon érdekes, és a petefészekben ez mekkora volt egyébként ez a két centis területen volt, infiltrálva. És nem lehetett látni ultrahanggal, vagy... Nem, az amarin felvetődött utólag, hogy hát, hogy itt ezen a területen azért inhomogén nagyon a petefészek, úgyhogy így felvetődött, hogy esetleg ez utólagosan, hogy már tudjuk, hogy ott volt a tumor, körülbelül 2 cm-es terület volt infiltrálva, itt felvetődött, hogy ez nem lehetette volna mégis az.
tehát így utólag. Nyilván, hogy okosabbak vagyunk, de nem volt leírva a leletem. Szuper. Kérdés valakitől? Vagy még amit hozzá szeretne tenni? Mert ha nincsen, akkor viszont időben befejezzük, és nagyon szépen, ez egy nagyon szép kerekeset volt, és a picit az emberben azt is mozgatja, hogy el kell menni a falig, tényleg meg kell csinálni az ilyen kategóriát. Emlékszem, mivel a Szabolcs utcában mi csináltuk ezeket, ugye ott volt akkor még a szívsebészetnek a angiológiája, és a sinus petrosus, meg a mellékvese szelektív vénásgyűjtés, az a 90-es években is ment Magyarországon, de petefészekből soha nekem nem is jutott volna eszembe, úgyhogy ez most tanulság, hogy... Az irodalomban le volt írva párasat, de azért leírtak szövődményeket, hogy kialakulhat trombózis, diszekció, úgyhogy úgy megosztanak a vélemények az irodalom alapján, hogy ezt mennyire preferálják, mert ugye valamennyire előbbre viszi a diagnosztikát, de hogy azért vannak anatómiai nehézségek. Az irodalom pont azt írta, hogy amúgy a jobb oldali mellékvese és ováriumvén amúgy nagyon nehezen katéterezhető meg, és nagyon gyakori, tehát hogy nem sikerül, hogy a baloldaliak nagyon könnyűek, jobb oldalt az anatómiai variációk miatt nagyon gyakran sikertelen, és ugye a diagnosztikát amúgy előre viheti, mert ugye az ovárium tumorokban nagy vannak, hogy nagyon kicsik, ezért mondjuk képalkotókkal, mint CT, MR, transvaginális ultrahang nem feltétlenül látszódnak, és akkor ilyenkor jön szóba még, mint további differenciál diagnosztikai lépés, ami segíthet, és hogy mondjuk ugye fertilis korú nőknél, ugye mint a fertilitás megtartása fontos, hogy csak egyoldali ováriumot vegyünk ki, vagy hát az egyiket vegyük ki, hogyha ott jó a grádiáns, de ugye itt ebben az esetben ez nem volt szempont, mert már posztmenopauzában volt, illetve hiszterektomizált is volt a hölgy, de fertilis korban azért van differenciál diagnosztikai jelentősége, főleg a fertilitás miatt, de azért a szövődményekkel is kell számolni. Akkor köszönjük szépen, hogyha nincsen több kérdés, hozzászólás, akkor mindenkinek jó ebédet!